Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon, ma szintén egy spontán kirakással ő megkírja kezetet. Elhoztam nektek a Lenormand kártyáimat egy rövid kirakással, és koncentráljatok most a te saját helyzeteitekre, hogy mit is szeretnétek tudni, hogy megkírje a kezedet. Arról van a szó, hogy ő jött ki utolsó kártyaként, ő játszik itt egy legnagyobb szerepet, és nézzük meg, hogy mi is van, miről is szól ez a kirakás valójában, hogy ő megkérje a kezedet. Meggyógyultak nála a családi témák, ő nagyon szeretne egy új kezdetet veled, nagyon vágyik erre az új kezdetre, nagyon szeretne odahaza megérkezni, megtanálni ennek az egésznek a nyitját már előre. Örül, lámpaláza van neki, kis ilyen félelem lámpaláz összekeveredik, hogyha ezt a lélektárs kapcsolatot, ezt az érzést megengedi, ez nagyon-nagyon fejlődni fog közöttetek, ebből egy nagyon tartós, erős kapcsolat fog létrejönni, hogy ebből esetleg egy házasság is létre fog jönni, nem csak jegygyűrű, hanem házasság is te veled. Rakjuk most ki a kártyákat, hogy is néznek ki. Hát itt van, igen, a meghívó, itt van közöttetek a vonzalom, a szerencse, a szerelem. Hát ez már nagyon-nagyon jó bevezetőnek is, fantasztikus, úgy látom, közöttetek. Nézzük, csak rakjuk ki a kártyákat, hogy mit is üzennek te neked. Nyolc kártya, igen, és rakjunk ki 3x8-at, hogy nézzük meg a gondolatát, nézzük meg az érzéseit, és hogy alakul ez tovább közöttetek. Nézd, itt a gyűrű, hát mondom, hogy megkéri a kezedet, itt a gyűrű már az energiádban, szóval erről van a szó, hogy döntés fog hozni irányodban, ez nagyon jó. Itt van, ezen gondolkodik, de szóval pozitívak a gondolatai, mint ahogy látjátok, ez a fény feloldódik itt minden közöttetek. Mit látok itten valójában? Hát azt látom most, hogyha megnézzük itten tégedet, pontosan tégedet megnézlek, hogy te kifelé nézel az egész kártyából, az azt jelenti, hogy hát te már nem is hiszel ebben az egészben, vagy nem is mersz már annyi reményt beletenni, annyi érzést beletenni tudatalattidba, pedig tudod, hogy kitartó kell, hogy legyél. Ezt tudod, mint lélektársnőnek, hogy ez nagyon fontos, hogy hű legyél, te önmagadhoz hű legyél, és hogy a nyilvánosság itt van közöttetek, hogy ezt a nyilvánosságba meg tudjad veled élni tudatalattiba, tudod, hogy mennyire nagy a vonzó energiát. De azt is tudod, hogy mennyi nehézséggel van ez az egész összekötve, amire létrejön tényleg ez a nagy szerencse, ez a beteljesülés, ez a napocska, amire tényleg ez mindig a beteljesülés szimbolizálja. Ő valójában nézd a levélre, nézd ezt most veletek, kevertem ezt a
kirakást, ő a levélre néz, a mély érzésekre néz szintén, hogy tudatosodik benne tényleg, hogy ez egy múltéleti kapcsolat, igen, egy karmikus múltéleti kapcsolat. És hiába eddig elég zavarba volt, és nem tudta eztet elfogadni, vagy lehet, hogy nem is tudta elhinni, hogy ilyesmi is létezik. Lehet, hogy azért kételkedett benne, és teljesen Zsák utcába van most szószoros értelemben, és úgy látom tényleg, hogy itt van közöttetek, valójában itt van közöttetek tényleg az, hogy hát ő is szeretne valaha már megérkezni, és szeretné ezt megengedni önmagának, hogy ő megérkezzen, és hogy tudja, hogy ő mit akar, ezen dolgozik. És mit látok itt valójában, hogy fog ez alakulni? Hát úgy látom, hogy minden maszka le fog esni, minden sérelem le fog esni. Oda fog 100%-osan nézni, tehát te is oda fogsz nézni, és megnézitek, hogy ennek nincs értelme, felismeritek, és beindul valami közöttetek, egy annyira gyors indulás, egy annyira gyors mozdulat, egy szenvedélyes mozdulat, amit már régen itt blokkolva volt, hogy az biztos azt az érzést ismered, hogy minél jobban akartál valamit, nem jött be, és minél jobban, és annál rosszabban, és amikor elengeded, hátat fordítsz az egésznek, kifelé nézel ebből az egészből, beindítasz nála, persze egy folyamatot, akció, reakció, mint ahogy látod itt, beindul tényleg, hogy ez a nehézség feloldódik, és beindul egy út, ahol ő tényleg döntéseket fog hozni, irányodba fog jönni, és még hozzá a gyűrűvel. Ez ám igen. Nézzük meg, kérdezzük meg, tisztázzuk le ezeket a lapokat még egyszer. Ezek a nehézségek mivel voltak kapcsolatban? Kérünk egy pár üzenetet. Mivel voltak ezek a nehézségek, mi volt itt ez a nehézség közöttetek, nézzük meg. Akkor nézzük meg szintén még itt ezt a gyűrűt, hogy mi ez a gyűrű, mi, hogy is fog létrejönni. Nézzük ezt a múltéleti dolgokat meg közöttetek még. Igen, és nézzük meg a te oldaladat és az övét még. Nézzük csak meg. Még egyet neki, és itt a te oldalad, na hármat neked, négyet, és négyet szintén neki rakjunk oda a négyet. És az utolsó hármat a levélre. Nézzük meg, hogy mit üzen ez a levél neked. Szóval kezdjük itten, ez a régi blokkok, miről volt a szó? Hát a szerelemmel volt a szó, blokk volt a szerelemmel, méghozzá a szerencsével. Úgy éreztétek mind a ketten, hogy nem, nincs szerencsétek a szerelembe, szerencsétlennek éreztétek magatokat, és itt van a változás, hogy elértétek azt a stabilitást, és akkor beindul az új kezdet ezzel a vonzó energiával. Mint ahogy látjátok, ez játszik itt egy nagy szerepet. Nézzük meg a múltéleti dolgokat. A múltéleti dolgok, szóval az arról van itt a szó, hogy egész más irányba voltak. Ez már egy nagyon régi ciklus, aminek vége van, egy régi szakasz, aminek tényleg már vége van. Szóval, hogy új irányt kell, hogy változtassatok, de mind a ketten. Ez a múlt életet el kell, hogy hagyjátok, a mély érzés meg kell, hogy engedjétek önmagatoknak. Azt látom, itt van tényleg még közöttetek, hogy itt kell valamit, hogy át gondoljatok, szóval, hogy reszkírozatok, vagy bátrak legyetek, hogy legyen egy döntés. Szóval ez őneki van, hogy döntés hozzon, hogyha úgy érzi még magának, hogy ez igen, még kockázatos, hogy hát akkor kockázzon, kezdje ezt az új kezdetet te irányodban. Nézzük a levél, mit hoz nektek be. Hát a levél, hát őtől lejön, ez titokba lesz írva, megírja lehet titokba, vagy ő se tudja még, hogy is írja meg, de már meggyógyult érzéseket látok itt nála. Nálad mit látok? Nálad azt látom tényleg, hogy itt van tényleg még nálad, hogy nagyon vágysz te erre a
erre a lépésre nagyon vágysz, úgy látom, hogy itt a csillag azt szimbolizálja tényleg, a csillag azt szimbolizálja, hogy valami nagyon-nagyon beindul, hogy az univerzum is azt akarja, hogy engedd el a félelmeket, pozitívan gondolkodjál, és ezt az idegességet, ezt a nyugtalanságot, ezt engedd már el. Nézzük, mi van őnála, mi jött be őnála. Hát őnála szintén az jött be, hogy ő is harcol még magával, vagy eddig harcolt magával, de meggyógyult már, leküzdötte és megtalálta a nyitját, hogy hogy fogja ezt a vonzalmat, ezt a vágyát valóra váltani. Hát valóra váltani csak úgy tudja, hogyha okos lesz, ha meghív, és ebből tényleg egy házasságot indít be irányodba, ezzel, hogy megkéri a kezedet. Remélem, ez tetszett neked, megtaláltad magad benne, ha így volt, nagyon örülök, és nagyon örülök, hogyha legközelebb szintén velem tartasz. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, legközelebbig találkozunk. Sziasztok, Valéria!